Az a hír járja városszerte, illetve régió szerte, hogy Zsámbék polgármestere repülőgép szerencsétlenség, ha nem is áldozata lett, de hogy balesetet szenvedett, és komoly sérülései vannak, és annyit elárulhatok, de hát önök is látják mindjárt, hogy hát egy szokatlan öltözékben, ruhában, vagy kiegészítőben érkezett erre a beszélgetésre. Mi történt, polgármester úr, akkor kérem, hogy röviden vázolja, hogy mi igaz ebből, melyik része igaz, melyik túlzás. Sok túlzás merült fel a története kapcsolatban. Egy ilyen rövid Facebook posztot írtam is körülbelül egy hete ebben a témában. Leginkább az volt a mondani, hogy jól vagyok, mert én is azt hallottam, hogy eltört a gerincem és lebénultam. Tehát szóval ilyen hírek jutottak vissza. Tudja, hogy akinek halálhírét kelték, hogy még szélsőséges, hogy sokáig él. Így legyen. Azt gondolom egyébként, hogy pozitív, én a pozitív részét látom ennek a dolognak is, mert nyilván azt gondolom, hogy egy része ennek a hírnek, egy hírkeltésnek az embereknek az a fajta odafigyelés és kedvesség és aggodalma fogalmazódott meg, amit irányomban tanúsítanak, és ez tulajdonképpen megtisztelő. Az történt, hogy kicsit messzebbre ugrom az időben, hogy én valaha katonának készültem. Tehát én katonai középiskolába is jártam, katonai főiskolára is jártam, és felderítő tiszt szerettem volna lenni. Ennek része az ejtőernyőzés. És igazából a felderítők, és általában a katonánk érzett tiszteletem jeléül, és nem mellékesen azért, mert egy kiváló és számomra a legjobb kikapcsolódást nyújtó és legszebb hobbinak gondolom az ejtőernyőzést. Néhány éve belevágtam abba, hogy elvégezzek egy ejtőernyős tanfolyamot, és nagyon ritkán, mert kevés időm van rá, és ritkán jutok ehhez a lehetőséghez. Egy technikai sport, tehát nagyon sok feltétele van az időjárás, és nagyon sok mindent tudja befolyásolni, hogy lehet-e egyáltalán ugrani egy adott hétvégén, mert jellemzően hétvégekre korlátozódik az ugrási lehetőség is. Szóval nagyon ritkán ugrom ejtőernyővel, újra és újra neki futok a projektnek. Ez történt idén is. Egy teljes ugrást sikerült abszolválnom, amelynek a levegőben töltött része kiváló élmény volt, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon pozitív volt. De a földet érésnél sikerült egy hibát elkövetnem. Van egy fékezés a végén, hogy az ember puhán érjen földet, és ne becsapódjon a talajba, mert nyilván az ejtőernyő lassít, de azért mégiscsak van egy süllyedési sebessége az ernyőnek. Úgy hívják ezt a folyamatot, hogy lebegtetés. Vagy leegyszerűsítve a kérdés, ezt egy kicsivel később hajtottam végre, mint ahogy szükséges lett volna. Emiatt valamivel a tervezetnél nagyobb sebességgel értem földet, ülő helyzetbe, és ott az ott keletkező energiák valahogy úgy továbbítottak a gerincemben, hogy a gerincem közepe táján az L1-es csigolya eltört. Mi történt, amikor földet értett, föl tudott állni? A baleset után rögtön, vagy mentőket kellett hívni? Mentőket hívni, fel tudtam állni. Első gondolatom az volt, hogy most nem tudok lábra állni, tehát ez fájt azért, aztán nem volt kellemes. Akik ott a repülőtéren voltak, azok is érzékelték, és álltak föl sziszent mindenki, aki látta a földetérésemet, tehát látták, hogy komoly volt, de azt nem gondolta senki, hogy ennyire komoly sérülés származik belőle. Fölálltam több okból is, mert az egy oktatott és egyezményes jelzés, hogy ha a földön marad az ejtőernyős, akkor mindenki megindul segíteni, és feleslegesnek éreztem ezt, tehát én úgy éreztem, hogy meg tudom oldani ezt így magamtól. Összeszedtem az ejtőernyőt, visszabalaktam az indulási helyre. Tulajdonképpen azt gondoltam, hogy meghúzottam, vagy valami ilyesmi, tehát nem gondoltam súlyos dologra. Aztán másnap reggel még fájt a hátam, hezitáltam, hogy visszamenjek-e még aznap is ugrani, vagy ne, de aztán úgy döntöttem, mégiscsak kímélem magam, nem vagyok már annyira fiatal ember, és felhívtam az orvosi ügyeletünket, vezető kocsis doktort, hogy ő mit gondol erről a dologról, és ő azt mondta, hogy ő javasolna egy röntgent, ezért aztán a János kórházban folytattam a vasárnapot, ahol a röntgenből kiderült, hogy törött, aztán volt CT, minden egyéb alapos vizsgálat, ahol aztán az idegsebész megállapította, hogy nem akkora probléma, hogy műteni, operálni kelljen, de egy ilyen fűzőt kaptam, amit a szándékuk szerint, az én szándékom más, de nyilván végrehajtam az orvosi utasítást, hogy 3 hónapig viselnem kell majd, akkor, hogyha ülök és állok, tehát mondjuk, ha lefekszem, akkor nem kell, de itt a hivatalban persze viselnem kell, úgyhogy a következő időszakban a munkámat ebben fogom végezni. Nyilván így a különböző sport lehetőségek megszűntek, egészen pontosan az úszás most, mint új lehetőséget elő kell vennem, mert az az egyetlen dolog, amit végezhetek, mint sporttevékenység.
nyilván ugrálni, motorozni nem fogok, ellenben dolgozni tudok, és azt gondolom, hogy ez a fontos, illetve hát végig is a családom körüli teendőket, feladataim jó részét is el tudom végezni. Fájdalmai vannak? Vannak, de nem súlyosak. Tehát a hirtelen mozdulatoknál érzek fájdalmat, de hát abszolút a helyén kezelhető a dolog, ha az ember figyel egy kicsit, és hát igyekszem figyelni persze. Sokkal súlyosabban, netán tragikusan is végződhetett volna ez a baleset. Elég, ha bármilyen gerincsérülés kapcsán arra gondolunk, hogy le is bénulhatott volna. Részben igaz, ugyanakkor ezt én magamban egy kicsit úgy tettem a helyére, hogy mondjuk az ejtőernyőzés iránt érzett, hogy is mondjam, csak pozitív gondolatom, egy kicsit sem csorbultak a baleset hatására, tehát tulajdonképpen alig várom, hogy újra folytathassam. Itt igazából az idegsebészt idézném, aki azt mondta, hogy nagy számban találkoznak naponta ehhez hasonló és akár súlyosabb sérülésekkel, ilyen bagatell dolgokból, például az ember egy lépcsőfoknyit hanyatt esik, és eltörik a gerince, vagy gyümölcs szezonban a létráról leeső gyümölcs szüretelő polgárok járhatnak hasonlóképpen. Tehát azt gondolom, hogy ez a baleset megtörtént, ilyet a repülőterénként ritkán szoktak látni az ejtőernyős kollégák elmondása szerint, úgyhogy ahogy beszéltünk róla az előbb, tulajdonképpen a statisztikai, most akkor azt mondja, hogy valószínűleg hosszú ideig nem fog történni velem semmilyen baleset, és erre építem a jövőt.